Már többször volt szó arról, hogy a Biblia alapjában véve egy nagyon veszélyes alkotás is lehet, amelyet egyaránt fel lehet használni gyilkolásra és életadásra. Ezért is mondatik, hogy Istennek a kijelentés, az ő beszéde, ugye jelképesen, az egy kétélű kard. És ebben a videóban Isten segedelmével megpróbálom megmutatni, hogy hogyan lehet felhasználni a Bibliát gyilkolásra. Persze most nem tanítani szeretnék senkit sem ezzel, hanem egyszerűen felhívom a kedves embertársaim figyelmét arra, hogy az írás, az az írás, amelyik bizonyságot tesz Istennek a bölcsességéről, az ő kijelentéseiről, igenis felhasználható gyilkolásra és életadásra egyaránt. És persze én, mint tudjátok, leginkább azért a Jézus tanításaira próbálok fókuszálni, persze használom a Pál leveleit, az Ószövetséget is néha szívesen felhasználom, mert gyakorlatilag az összes ugyanarra mutat, ugyanarra tökéletes Istenre mutat, és minden segíthet abban, hogy megértsük az ő tervét, az ő tökéletes tervét, amiben élet van, amiben tökéletes élet van. És most akkor vennék egy kijelentést, Jézusnak egy kijelentését, amelyről meggyőződésem, hogy óriási botrány, tehát szó szerint épp ésszel, épp elmével lehetetlen felfogni, lehetetlen megérteni. Ezért is mondja azt Jézus, hogy áldalak téged, Atyám, mennek is földnek, Ura, hogy elrejtetted ezeket az okosok és az értelmesek elől, és a kisdeleknek, a gyermekeknek megjelentetted. Tehát csak az értheti meg Istennek a dolgait, aki személyesen Istenhez fordul, és úgy fordul Istenhez, mint egy gyermek az ő édesapjához, akiben bízik, és akiben feltétel nélkül bízik, és jobban bízik benne, mint a szomszédban, mint az óvónéniben, mint a tanítóbácsiban, mint a tanárokban, a professzorokban, és így tovább. Tehát így, ha nem fordul valaki Istenhez, egyszerűen képtelenség Jézus tanításait megérteni. Mert csak elmével, teljességgel lehetetlen az bevenni az elmébe, megérteni. Sőt, annyi ellentmondást fogunk látni benne, csak az ésszel, csak az aggyal, csak az elmével, hogy elképzelhető, hogy ehhez szaladunk tőle, többet nem fogunk sosem foglalkozni vele. Tehát hangsúlyozom, hogy ezért kell imában olvasni a Bibliát, ezért kell alázattal, megtört szívvel, Istenhez fordulva segítségért olvasni, mert különben egyszerűen képtelenség megérteni. És most akkor vennék egy nagyon súlyos kijelentést Jézustól, ami rámutat arra, hogy igenis olyan kijelentések vannak, amit ésszel, emberi gondolkodással képtelenség felfogni, ha csak ugye maga az Atya, mindenható Isten nem tesz kijelentést annak kapcsán a mi szívünkben, a mi lelkünkben. Tehát csak is lélek által lehet megérteni. És akkor most felolvasom ezt a kijelentést. Persze nagyon sok ilyen kijelentése van Jézusnak, nagyon sok ilyen tanítása van, nagyon sok ilyen sokkoló beszéde van, amit csupán az aggyal, tehát mint hangsúlyoztam, nem lehet megérteni. Azt mondja Jézus, és ez rögzítve van a Lukács evangéliumának a 14. fejezetében, a 26. bekezdésben. Ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyát, anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvérét és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Tehát ugye, akinek a nevéhez a szeretett szó fűződik, aki meghalt az emberekért, hogy ők éhessenek, hogy életük legyen, hogy megigazuljanak Isten előtt. Ő azt mondja, gyűlöld meg apádat, anyádat, a testvéredet, a feleségedet, a gyermekedet. Vajon mit jelent ez? És először, amikor találkoztam vele a kijelentésre, persze én is megdöbbentem picit, viszont ugyanakkor Istennek legyen hála, jött a kijelentés is, mert amikor Istenhez fordultam, akkor igyekeztem, tehát már olyan állapotban voltam én is, hogy nem büszkeséggel, nem önfejűséggel, nem önteltséggel fordultam hozzá, hanem meg voltam törve a világ hazugságai miatt. És ekképp ugye Isten kijelentette nekem, hogy ez mit jelent. Tehát most például, hogyha ezt
Többször beszéltem arról, hogy a vallások általában, a felekezetek, a Bibliát, annélkül, hogy a hívek tudnák róla, gyilkolásra használják fel, tehát legyilkolják a híveket vele. Mert például egy ilyen ige részt fel lehet használni arra, hogy bárkit, akárkit megnyomorítsál vele. Azt mondod neki, hogy ha meg nem gyűlölöd magadat, apádat, anyádat és mindenkit, akkor nem fogod megérteni Isten országát. És akkor az ember neki fog ugye, és próbálja meggyűlölni az anyját, apját és mindenkit, és mindenkivel összevesz, és mindenkivel vitába száll. És végén már gyűlölni fogja az egész világot, saját magát. És ezt mind agyból is, és emberi erőfesztésből próbálta ő megtenni, hogy ezáltal úgymond ő belopakodjon, belopja magát a mennyek országába. Tehát ezért ugye erre épülnek fel a vallások egyébként, hogy előírnak bizonyos dolgokat, és azt a Bibliával is alátámasztják az emberek számára, és akkor az emberek azt próbálják betartani agyból és izomból, és persze ez nem működik. És akkor ugye ezt tulajdonképpen maga a gyilkolás része, tehát ez a gyilkolás így történik meg, hogy kiveszünk a Bibliából, az Ószövetségből főkép, de még Jézus beszéléből kivehetünk ilyen kemény kijelentéseket, és azt ugye egymás fejéhez váljuk, hanyigáljuk egymást vele. Tehát nagyon gyakran történik ez főkép a vallásos kereszténységbe, és bevallom, hogy még én is beleestem ebbe a hibába, annélkül, hogy tudtam volna róla, hogy a szent beszédeket, a szent kijelentéseket, tanításokat gyilkolásra használtam, hogy tehát hozzávágtam embertársaimat, tehát valósággal bántottam embertársaimat vele. Holott Isten nem erre tervezte azt, nem erre adta az ő kijelentéseit, az ő beszédeit, Krisztust, az ő tanításait, hogy egymás mi legyilkoljuk vele, hanem ellenkezőleg, hogy életünk legyen általa. De viszont, amikor az emberek egymástól követelik, már pedig itt meg van írva, miért nem csinálod így, el fogsz kárhozni, és ugye ezek a lelki zsarolások, amelyek történnek, főképp, hogyha valaki otthagy egy ilyen vallásos felekezetet, gyülekezetet, megkeresik, és akkor zsarolják, hogy el fogsz kárhozni, és szentileg káromló vagy, és mindent kitalálnak, amivel őt próbálják teljesen megnyomorítani, tehát megzsarolni lelkileg, tönkretenni. És ez történik a Bibliával, Jézus beszédeivel is. Tehát most ugye ez az első része a videónak, ahol felhívtam a figyelmet arra, hogy a legszentebb beszédeket, amely által az ember megszabadulhatna, amely által az embernek a lelke felszabadulhatna és felmehetne Istenhez, a tökéletességbe, fel lehet használni ugye, mint kétélű kardot gyilkolásra, gyilkosságra, arra, hogy megnyomorítsuk egymást vele. Na most akkor megpróbálok Isten segedelmével rávilágítani arra, hogy ugyanez a vers, ugyanez a bibliai rész hogyan használható fel életadásra, arra, hogy az ember bizonyosságot szerezzen általa arról, hogy őt Isten megérintette-e, vagy hogy ő újjá van-e születve, vagy sem. És akkor megpróbálom úgy olvasni ezt, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy tulajdonképpen ennek mi a lényege. Ha valaki én hozzám jő, és nem érzi azt, hogy gyűlöli az atyát, az anyját, a feleségét és a gyermekeit, a fitesvéreit és nőtesvéreit, sőt, még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Tehát azt mondja, hogy ha valaki meglátott engemet, és nem jött neki ez az érzés, azt jelenti, hogy valójában ő meg sem látott engemet. Tehát nem lehet az én tanítványom. És akkor most itt kimondom a lényeget, ami őszintén bízom benne, értelmet nyer a te fejedben és a te szívedben. Amiről itt Jézus beszél, ez nem eszköz, hanem következmény. Tehát nem eszköz, hanem következmény. Tehát nem az történik, hogy én meggyűlölök mindenkit magam körül, és akkor meg fogom látni Isten országát, hogyha már kellőképpen gyűlölök mindenkit. Nem ez a lényeg. Tehát nem így kell ezt érteni, hanem úgy, hogy amikor, ha valaki valóban találkozott Istennel, annak az a következménye,
hogy idézőjelesen, tehát meggyűlöli az anyját, apját, azt a közeget, amiből jött, amiben nevelkedett. Meggyűlöli mindazt, amit számára az embertársai mutatnak. Meggyűlöli a régi szokásait, a régi gondolatokat, a régi vágyait, a régi jellemét meggyűlöli, és szó szerint meggyűlöli. Tudom én ezt tanúsítani, hogy meggyűlöltem magamat. Lehet, hogy nem eléggé, de meggyűlöltem magamat. De mit jelent ez? Miért gyűlöltem meg magamat? Azért, mert amikor Istenhez fordultam, és ő válaszolt, engemet megérintett, akkor nem tett ő más, mint megmutatta az igazi életet, megmutatta a tökéletességet. Persze ezt nem úgy tette, hogy megjelent egy bácsi a szobámba, egy angyal, hanem ezt nem lehet szavakba kimondani, drága embertársak. Tehát ő ilyen a lélekkel kommunikált, és megmutatta a lélek számára az tökéletes tervet, amit ő elgondolt számunkra, a tökéletességet. És az ő tökéletességének a tükrében, a Krisztusnak a tükrében, amikor az ember meglátja magát, akkor elfogja őt a hányinger magától. Akkor látja meg, hogy mekkora hazugságban élt. Nem azért gyűlöli meg magát, mert ő elkezd tornázni, meg meditálni, hogy meggyűlölje magát, hanem azért, mert Istennek a tökéletes jelenléte őt megérintette. Úgymond a Krisztus belépett az ő életébe, és hirtelen találkozott a tökéletesség a tökéletlenséggel, a tisztaság, a szeretet, a gonoszsággal, a bűnnel. És a kettő, amikor egymásra találkozott, akkor az embernek a gyomra teljesen felfordul, meglátja magát. Drága embertársak, én másokat beszéltem arról, hogy te sem látod magadat, én sem láttam magamat, senki nem látja magát. Mindannyian látjuk egymást, látjuk az embertársainkat, látjuk az embertársaink gyarlóságát. De saját magunkat képtelenek vagyunk látni. Na most, mi történik akkor, amikor az ember Istenhez fordul, amikor már meg van törve, tegyük fel a kórházi ágyon, vagy valamilyen tragédia következtében, vagy bármi következtében, akkor az ember azt mondja, hogy feladom, kész, én már többet, tehát már feladom, tehát nem megyek a saját fejem után, nem megyek az emberek tudománya után, nem megyek a guruk után, nem megyek a papok után, nem megyek a megmondó emberek után. Nekem Istenre van szükségem, hogy ő nyilvánítsa ki számomra az élet dolgait. És hogyha ez megtörténik, és amikor tényleg maga a Krisztus, tehát a Istennek a Krisztusban kijelentett tökéletessége belépik az embernek az életében, akkor találkozik a két világ egymással. És olyan óriási, olyan nagy a különbség, hogy az ember tényleg meggyűlöli saját magát, meggyűlöli a történelmét, meggyűlöli az anyját, apját, de olyan értelemben, hogy meglátja, hogy ők is miben élnek az ő szülei, hogy az egész ember, aki őt körülveszi, mindenki, aki az emberi, a földi normák szerint gondolkodik és úgy él, hogy mennyire gyenge, mennyire erőtlen, mennyire gyarló, mennyire hazug, mennyire bűnös. De tudja, ilyenkor történik az, hogy Isten elveszi az embertől a szellemi vakságot, a redőnyöket felhúzza, és az ember elkezd látni, és akkor, tehát hirtelen elfog egy ilyen pánik roham, tehát egy szó szerint egy gyűlölet, egy nagyon mély érzés, egy mély megvetés azzal szemben, amit ő eddig értéknek hitt, értéknek ítélt. Erre mondja Jézus, hogy aki szereti a világot, nem szereti őt. Tehát nem lehet két úrnak szolgálni egyszerre. Mert aki tényleg megérintett Istennek a lelke, az ő jelenléte, a Krisztus, az tényleg meggyűlöli a régit, és már nem akar abba visszamenni. Persze ő benne él valamilyen mértékig. Ugye a lába bekoszolódik. Ezért van a lábmosás, megmosjuk egymás lábát. Nem szó szerint, mint ahogy ottan színészkednek a papok, meg a pásztorok, hanem spirituálisan egymást segítjük, egymást felemeljük. Mert ha amíg a világban vagyunk, a lábunk bekoszolódik. Mi már megszentelődünk úgy, az ige által. Jézus tanításai által azt mondta, hogy tiszták vagyunk,
az ő tanításai által, amit kaptunk tőle, amit mi bevettünk a lelkünkbe, a szívünkbe, újjászült minket, ugye? De viszont a lábunk bekoszolódik, és azt meg kell mosni nap, mint nap. Egymás lábát megmossuk, ugye? Tehát nem tudom, hogy most akkor mennyire érthető az, hogy miért mondja Jézus, hogy aki nem gyűlölte meg magát. Tehát aki nem gyűlölte meg magát, valójában nem is találkozott vele. Mert nem értette meg, hogy ő miről beszélt. Mert nem alázattal ment oda hozzá. Nem mint gyermek ment oda hozzá. Gyermeki szerítsége, gyermeki alázattal. És ezért nem látta meg az igazi tartalmat az ő beszédeiben. Nem érezte meg az ő tisztaságát. Mert aki megérezte, az nincs ahogy ne gyűlölje meg magát. De nem úgy, akkor most én megbosszulom anyámnak, apámnak, vagy a testvéremnek, vagy elválok a feleségemtől. Nehogy valaki így értse. Itt nem erről van szó. Hanem egyszerűen csak arról, hogy már nem tudom a régi szemeimmel látni őket, látom az erőtlenségeiket, látom a leplezett, a takargatott bűneiket, hazugságaikat, és őszinte szánalmat érzek irántuk, és őszintén kívánom teljes szívemből, hogy az Úristen megszabadítsa őket valahogy, megérintse az ő szívüket, kivegye őket is a világból, elvegye a szellemi vakságukat, hogy lássanak, hogy megszabaduljanak, és új életet nyerjenek általa, Krisztus által. Na most akkor felolvasok egy másik verset is Jézustól, ami szintén arra utal, hogy amit ő mond, az nem eszköz. Tehát nem ezzel fogok én bemenni a mennyek országából, hogy én agyból és erőködésből, különböző spirituális gyakorlatokkal, légzéstechnikákkal, meditációkkal meggyűlölöm magamot. Nem ez történik, hanem az, hogy Isten megérint, és meglátom a valóságot. Mesztelen maradok előtte, meglátom magamot, hogy ki vagyok én valójában, ahhoz képest, hogy én mit gondoltam magamról korábban. Azt mondja Jézus, hogy ez is nagyon kemény, tehát az összes beszéde nagyon kemény, szent, megtisztít, botrány tulajdonképpen a világ számára, a világi gondolkodás számára. Az ő összes beszéde botrány, tehát hatalmas háború, mert megütközik a világi gondolkodás az ő beszédeiben, és ott dönteni kell, ott valamit le kell dönteni. Vagy megerősödök a hazugságban, és belemegyek a halálba, vagy pedig le kell döntsem a hazugságaimat, a múltamat és mindent, hogy újjászülessek. Jézus pedig előszólítván őket mondta, tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon. Tehát a pogányok, a világi emberek fejedelmei uralkodnak a világi embereken. És a nagyok hatalmaskodnak rajtok. De ne így legyen közöttetek, hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok. Aki nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok. Még úgy is fogalmazza bizonyos helyeken, hogy aki nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok. És akkor ugye itt megint bejön a vallásos értelmezés, ugye a téves értelmezés. A megtévesztő értelmezés, hogy az emberek kiállnak, prédikálnak, és ezzel próbálják ők megjátszani az emberek előtt, hogy ők nagyobbak, mint a többiek. Mert ők a pódiumon vannak, a mikrofonban üvöltöznek, prédikálnak, és azt hiszik, hogy szolgálnak embertársaiknak. Tehát az emberek így erőködnek megint agyból és izomból, próbálnak úgymond nagyok lenni, és úgymond szolgálni, de emberi elgondolás szerint, vallásos elgondolás szerint, vallásos sémák és dogmák szerint próbálják ezt cselekedni, és ugye belesnek a farizeusok csapdájába, és az a sors vár rájuk, mint a farizeusokra. Nem fogják meglátni azt, amiről Jézus beszélt, mert az egész egy ilyen vallásos cselekedet. Na most ezt is másképp olvasom, hát ha valaki megérti, hogy itten mi is a lényeg. Tehát úgy mondanám, hogy abból ismerszik meg, azáltal ismerszik meg, hogy ki a nagyobb közöttetek, hogy alkalmas arra, hogy szolgáljon titeket.
Tehát a maga fordítás nem teljesen pontos, úgy is mondhatnám. De nagy valaki ezt úgy értse, hogy a Biblia hamis, vagy mit tudom én mi, hanem egyszerűen lehet, hogy nem teljesen pontos. Károly Gáspár is felhívta a figyelmet. Nagyon szelíd ember volt, szent életű ember volt, de felhívta a figyelmet az esetleges tévedéseire. És azt mondta, hogy ha valahol az fordításban tévelgette, és az célt nem találtam, azt kérem, ne tulajdonítsák, minden keresztény olvasókat kérek, ne tulajdonítsa azt az én vakmerőségemnek, hanem az én gyarlóságomnak. Tehát felhívta a figyelmet arra, hogy tévedhetett a fordításban, mindazonáltal, saját véleményem szerint egyik legtisztább fordítás még mindig a Károly Gáspár fordítás, az 1908-as Károly Gáspár fordítás. Na de ezt az igerészt nézzük meg újból. Ha abból ismerszik meg, hogy valaki nagyobb, hogy ő képes szolgálni a többieket, le tud menni az ő szintjükre, le tud menni a porba, a pokol fenekére, hogy másokat megmentsen. Nem az, hogy érősködik a többieken, rajtuk van és nyomorgatja őket, elveszi a pénzüket, a vagyonukat, és ő köszöni szépen, jól van, tele van mindennel, anyagi jólétben duskál. És ezek nevezik magad szolgáknak a világban. Isten könyörüljön rajtuk. Azt mondom, összes ilyen pásztor, összes ilyen papon. De arról van szó, hogy ha valaki megtelik Krisztussal, az ő lelkével, az ő bölcsességével, az ő szelídségével, az ő szerelmével, az alkalmassá válik arra, hogy másokat szolgáljon. Tud nyelveken szólni. Szóba tud állni egy autószerelővel, egy egyszerű földművessel. Mindenkivel szóba tud állni. Azt mondja Pál, hogy mindenkinek mindenévé lettem, hogy őket megmentsem. Azt mondja, én szabad vagyok én már az igazság által. Én szabaddá lettem. Mert a Krisztusnak az igazság, az ő jelenlét engemet felszabadított, de mégis én magamat rabbá tettem. Mindenkinek mindenévé lettem, hogy egy néhányokat megmentsek. Na, ez jelenti az, hogy aki nagyobb közöttetek, legyen az ti szolgálatok. Ez nem parancs, hanem ez megint következmény. Tehát nem ez az eszköz, hanem ez a következmény. Hogyha valakivel ténylegesen megtörtént az újjászületés, akkor az első az ugye, hogy meggyűlöli magát, mert Istennek a szemével látja magát, a szüleit, a családját. És akkor a tökéletességnek a tükrében, amikor a kettőt egymás mellett látja, akkor nem tudja nem meggyűlölni magát. Tehát ez a bizonyíték annak, hogy valaki újjá van születve, aki még nem tudta meggyűlölni magát, azt jelenti, hogy ő valójában még nem találkozott Krisztussal. Nem volt vele egymás, egy szobában, egy térben. Nem nyitotta meg a szívét, hogy őt befogadja oda. Az ő jellemét, az ő lelkületét, az ő szellemiségét, az ő bölcsességét. Mert akivel ez megtörtént, az biztos, hogy meggyűlölte magát. És szinte minden nap meggyűlöli magát, mert Isten nem engedi neki, hogy hamis illúziókat, hamis képeket tápláljon a saját fejében, saját magáról és a földi életről. És már nem tud visszamenni a világba, nehéz neki visszamenni a világba, mert nem tudja a fejéből kiverni és a lelkéből a tökéletességet, amit meglátott Krisztus által. Tehát úgy is tudnám ezt fogalmazni, talán ezt az egész gondolatcsomagot, hogy amiről Jézus beszél, amiről Pál beszél, amiről a proféták beszélnek, az apostolok beszélnek, az nem eszköz, hogyha ezt csinálom, akkor az lesz, ha azt csinálom, akkor az lesz, ha nyomok nem tudom hány fekvőtámaszt, akkor nem tudom, meddig fogok elérni az úton, az igazság felé vezető úton. Nem erőből történik. Tehát ami le van írva, amiről Jézus beszél, az nagyon sok minden abból nem eszköz, hanem következmény. Tehát megmutatja, bizonyság, hogy az ember fel tudja mérni magát, meg tudja mérni magát, le tudja tesztelni magát, hogy valóban újjászülettem. Megtörtént a látás, megtörtént az, hogy elvették tőlem a szellemi vakságot, és megláttam, hogy ki vagyok valójában.
Mert ha igen, akkor teljesen biztos, hogy meggyűlöltem magamat. Ez a legelső lépés. Tehát ennélkül nincs is tovább. Maximum csak a vallásosság, a vasárnapi szentmise, a gyülekezetbejárás, a tapsolás, az őrjöngés, meg az ilyenek, amivel az ember elhiteti magát, hogy ő újjá van születve. Drága embertársak, felhívom a figyelmet, hogy még ha van is irónia a szavaimban, az a gyalóságomnak köszönhető, nem akarok senkivel, senkit megbántani, senkiről elmarasztalóan beszélni. A vallásokat továbbra sem szeretem, meggyőződésem, hogy sokat ártanak az embereknek a különböző vallási felekezetek. De senkit nem akarok megbántani, hanem féltéssel mondom, amit mondok. És avval a vágyjal, hogy valaki ezt meghallja is, rájöjjön arra, hogy mi a különbség a vallás és a Krisztus között. Mert ha valaki ezt megérti, valaki meglátja a különbséget, akkor azt mondja, hogy Istenem, én tévedtem, engemet becsaptak. Nekem azt mondta egy pásztor, egy ember, hogy újjá vagyok születve. Holott még nem éreztem azt, hogy meggyűlöltem magamat. Hogyha nem éreztem azt, hogy meggyűlöltem magamat, azt jelenti, hogy nem is találkoztam a tökéletességgel. Nem kerültem még abba az állapotba Istennel, hogy ő megmutassa nekem, hogy mi a mennyek országa, és ahhoz képest én hogy nézek ki. Tehát én ezt ezért mondom, hogy ha valaki ezt hallja, és be van csapva a felekezetek által, vallások által, pásztorok által, prédikátorok által, akkor ébredjen fel, fordul Istenem, Istenem, én tényleg újjá vagyok születve, kérlek segítsen nekem meglátni, hogy mi a helyzet velem az én életemben. Mutasd meg nekem, hogy mi a különbség a vallásosság, a vallás, a felekezetek, a hagyományok, a dogmák és a Krisztus között, mert szeretném látni, szeretném megérteni az életnek a lényegét, a tervedet, és akkor az ember meg fogja látni. Isten bejön, mert azt mondta, hogy mindenkihez jön, aki őt hívja, aki őt keresi, szorgalmasan keresi, teljes szívvel, lélekkel, elmével, erővel, mindenkihez bemegy, és ő megmutatja, hogy ime, itt vagyok én, ez az én tervem, ez a mennyek országa, ez a tökéletesség. Csak annak a fényében az ember meglátja magát, és rosszul lesz. Te tönkre megy lelkileg, meggyűlöli magát, nem tudja nem meggyűlölni magát, mert rájön arra, hogy mekkora hazugságban élt ő egész életében, miben élt ő egész életében. Nincs ahogy ne gyűlölje meg magát. A lehető legjobb értelemben, nem rossz értelemben. Úgy tudnám ezt fogalmazni, hogy az ember hálával gyűlöli meg magát, hogy Istenem, milyen jó, hogy megláthattam azt, hogy mi a valóság. Köszönöm szépen, hogy megmutattad, hogy többet ne hazudjak magamnak, ne hazudjak embertársaimnak, ne áltassam magamat, ne legyek önhipnózisba. Jó, hogy a valóságot látom magamról, jó, örvendek, hogy megmutattad, fájdalmas, mert fáj nekem, hogy ilyen gyarló vagyok, mert látom én is magamat, hogy milyen gondolataim vannak közbe-közbe. És Isten úgy megvilágítja, hogy ne figyelj meg, hogy mit dédelgetsz ott a magadban. Milyen gondolatot dédelgetsz, milyen vágyat dédelgetsz. És akkor látom, kényelmetlen, de ugyanakkor akkora hála van a szívemben, hogy robbanok el az örömtől, hogy de jó, hogy látom, Istenem, milyen jó, hogy te szent vagy, és hogy te velem vagy, hogy te engemet megfogtál, a porból, a pokolból kiemeltél, hogy újjászültél, hogy formálsz nap, mint nap. Tehát hálával gyűlölöm meg magamat, ezek értelmetlen szavak, ezt épésszel nem lehet felfogni. Ezért mondatot az, hogy aki nem gyermekként megy Istenhez, Jézushoz, az ő tanításaihoz, egyszerűen nem tudja megérteni, mert csak észre, csak aggyal lehetetlen megérteni azt, amiről ő beszélt. Az egy teljesen más világ, a mi elménk, a mi agyunk ide köt bennünket, a földhöz. Földhöz ragadtá tesz minket, anyagiassá. Aggódunk a holnapért, hogy mit eszünk, mit nem eszünk, hol alszunk, vagy veszünk-e új televíziót, vagy veszünk-e valami, nem tudom mit. Evel az ésszel, evel az aggyal, amelyik aggódik amiatt, hogy vajon mit eszünk holnap, vagy hogy lesz holnap, vagy meghalunk-e, vagy nem halunk meg, vagy lesz-e pénz kemoterápiára, evel az aggyal nem lehet megérteni azt, amiről Jézus beszélt. Lehetetlen. Mert ezt csak maga a lélek tudja kijelenteni az embernek, a lélek hangján, a lélek szavával. Ez csupán egyszerű bizonyság azok számára, akik már közel vannak Isten országához, mint a
mint ugye a szajha, a paráznemű, akit meg akartak kövezni, mint a Latóra kereszten, akik már meg vannak törve a hazugságok miatt, akik már nem tudnak hinni a világnak, akik már nem tudják dicsőíteni a világot a Facebookon és mindenhol az életükkel. Ez a felvétel nekik szól, nem azoknak, akik teljes kényelemben vannak, a bizalmuk a pénzben van, hogy mennyi pénzük van, hogy milyen kényelmük van, hogy meg a hűtőszekrény tele van. Nem nekik szól ez a hanganyag, mert ők nem tudják megérteni. Mert ők még mindig aggyal gondolkodnak, és aggyal Isten országát nem lehet felfogni. Ezért mondta Jézus Nikodémusznak, hogy ha nem születsz újjá, nem kezdesz mindent előről, Nikodémusz. Az a sok tudomány, amit te bevettél a fejedbe, az még mind kevés, az nem elég ahhoz, hogy megismert Isten országát. Újjá kell szülessél. Nikodémusz a nagy bölcs ember nem tudta ezt felfogni épésze. Azt mondja, hogy menjek vissza anyámba, hogy újból megszülessek. Azt mondta, hogy ha nem születsz újjá lélek által, víz és lélek által, nem fogod meglátni Isten országát. És akkor elmondja, mi az újjászületés, hogy a szél fú, ahol akar. Annak zúgását hallott, de nem tudod, merre jön és merre megy. Ilyen mindenki, aki újjászületik lélektől, mert az az ember azt a lélek irányítja, és olyan dolgot is csinál, amit az agy nem tudna megmagyarázni. Éppensége, mert a lélek vezeti őt, és nem az agya vezeti őt. Nem azt jelenti, hogy hülye és buta, hanem azt jelenti, hogy ő lélek által, hitből él, bizalomban él. A lélek azt mondja, hogy balra megy, akkor ő balra megy. Azt mondja, hogy jobbra menjen, akkor jobbra megy. És a végén persze majd meglátja, hogy miért kellett ő balra menjen, miért kellett jobbra menjen. De ő bizalomból ment balra, azért, mert ő tudta, hogy a léleknek a hangja az tökéletes. És Jézus erről beszélt, hogy aki megérti az ő tanításait, az ő beszédeit, újjá fog születni, fogja hallani a szent lelket, a lélek hangját, és kap erőt tőle, és bátorságot, fogja azt követni. És az ilyen ember tudja megérteni az ő szavait, az ő tanításait, és az ilyen ember tud jó változást elvidézni a világban, az embertárs életében is akár. Tehát hangsúlyozom, hogy amiről Jézus beszélt, az nem ok, hanem okozat, amitről ő tanít, hogy aki nem gyűlölte meg magát, vagy aki nagyobb közöttetek, az a ti szolgátok, ez a következmény, ez már a gyümölcse annak, hogy valakit Isten elhívott, és valakinek a lelkét, a szívét, Isten, és az elmét Isten lefoglalta, és ő irányítja. Ez a következménye annak. Remélem, hogy egy picit tudtam segíteni Isten segedelmével, Isten kegyelméből, hogy megértsd, hogy tulajdonképpen mi a vallás, és mi a Krisztus, és tudjál dönteni, hogy továbbra is misire akarsz járni, templomba akarsz járni, gyülekezetbe akarsz járni, embereket akarsz hallgatni, vagy te akarsz Istenhez fordulni, mint gyermek, térden, alázatban, megtört szívvel. Istenem, szűj újjá engemet, meg szeretném tagadni magamat, te adj nekem erőt, mert nélküled nem megy. Nem fog ez működni. Isten áldjon mindenkit. Még csak azt szeretném hozzáfűzni az előző videóhoz, ahhoz, hogy miről szól Jézusnak az a kijelentése, hogy aki nem gyűlöli meg anyját, apját, testvérét, feleségét, gyermekét, sőt meg a saját lelkét is, nem lehet az ő tanítványa, nem fogja meglátni Istennek az országát. Azt szeretném ehhez hozzáfűzni, hogy érdekes módon mi történik a világban. Az történik a világban, hogy miután az emberiség le van butítva, durván, a főáramú média, a Facebook, a nők lapja, és most már lassan a csapon is az folyik, hogy szeresd magadat, fogadd el magadat feltétel nélkül. Tehát miután az ember eltávolodik az igazságtól, és le van butulva, megromlott az ő értékrendje, el van távolodva Istentől, utána azt mondja neki a világ ura, ugye a sátán, hogy szeresd magadat feltétel nélkül, fogadd el magadat, amilyen vagy. És azt mondja Jézus, hogy aki nem gyűlöli meg magát is, saját lelkét is, anyját, apját, feleségét, gyermekét, sőt, még a saját lelkét is, nem lett az ő tanítványa, nem fogja megérteni Isten országát. Most akkor a kettő közül valamelyik hazudik.
Jézus volt egy szélhámos, egy gyilkos, egy hazug ember, vagy pedig az, amit a Facebookon látunk, amit látunk a főáramú médiában, hogy szeresd magadat feltétel nélkül, kettő közül valamelyik hazudik, a kettő közül valamelyik meg fog téveszteni, meg akar téveszteni, a kettő közül valamelyik biztos, hogy halál, vagy az, amit Jézus mondott, vagy pedig az, amit mond a világ, hogy szeresd magadat. Miután megromlottál teljesen, a velődig megromlottál, kezd el szeretni magadat. Ebből mi lesz, drága barátaim? Hogyha ez valaki komolyan veszi, mert nézi a Facebookon a megosztásokat, hogy jaj, hát az önszeretet, az önimádat, és szeretem magamat feltétel nélkül. Őrültség, drága barátaim. Nem csupán őrültség, hanem nagyon veszélyes játék ez. És szó szerint a lelket követeli ez. Ez a játszma, ez a hazugság.